Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai vendéggel. Hát elég régóta kerülgetjük egymást, vagy egy éve várjuk, hogy összejön ez a találkozó, úgyhogy most már itt az ideje. Ráadásul számomra az elmúlt mondjuk évtized legfontosabb dalát is ő írta, ezt már megbeszéljük mindjárt, úgyhogy én különös szeretettel várom őt. Molnár Ferenc Karamell, 41 éves énekes, zeneszerző, szövegíró. Az ország a 2004-es Megasztár győzteseként ismerte meg. Később már a The Voice mestere, a dal és az ének iskolája egyik zsűri tagja volt, valamint Trokán Nórával megnyerte a nagy duettet. 2018-ban előadó művészi teljesítményeért Máté Péter díjjal tüntették ki. 2019-ben fonogram díjat nyert az Átutazó című dalával. Eddig 7 stúdióalbuma jelent meg, többszörös platina lemezes. Nős, 2 gyermekük született. Hát a gyerekekről is, meg Szilviről is beszélünk, majd szia Feri, örülök, hogy itt vagy. Szia. Nagyon örülök, köszönöm szépen. Szóval sűrű éved volt, meg sűrűn alakult minden, és hát ez eléggé rendesen húzódott az a mi beszélgetésünk. Igen. Ráadásul azt gondolom, hogy csupa olyan témánk van, ami gyorsan avulós. Mert hogy a pici mennyi idős, majd az is változik, ez ugye folyamatosan Igen. változik, de új lemez van, új turné van, új dalok vannak, tehát ha ezekről beszélünk, Igen. ezek 2 hónap múlva már nem olyanok. Hát főleg a mai világban annyira gyors az mindenféle esemény, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Nem baj, ezzel keményen szembenézünk ezzel a múlva. Igen. Jut eszembe. Te elmúltál 40, az jelent valamit? Most már 41 is elmúltam. Azt gondoltam egyébként, hogy nem, amíg így közeledtem a 40 felé, meg így a 40 sem volt egy ilyen nagyon nagy lelkifordulat bennem. Készültem pedig rá, de nem, valahogy nem éreztem úgy semmi különösebb belső változást. A külső az nyilván látszik. A 41-nél történt valami, hogy így nem tudom, nem is tudom, nehéz ezt megfogalmazni. Lehet, hogy ez sok más tényező is befolyásolja az ilyen belső érzéseket. Ugye megszületett a második gyermekünk, és így a 41-jel együtt úgy olyan, hát egy picit máshogy érzem magam. Elkezdtél ilyen? Mondjuk, mint 26 évesen. Milyen kötelességeket érezni, hogy neked mi dolgod van, vagy nem is tudom. Igen, de ugyanakkor mégis egy ilyen sokkal nagyobb megnyugvást érzek belőle, egy ilyen sokkal nagyobb magabiztosságot, vagy nem is tudom. Nem voltam soha ilyen nagyon bizonytalan ember, de amióta 2 gyermek van, meg nagyon boldog házasságban élünk, meg ugye betöltöttem a 41-et, valahogy olyan harmóniába került minden, hogy így talán mostanra fogtam föl, hogy milyen jó dolog is ez a családi légkör, a gyerekek, a feleségem, és hogy... Hazaértél? Igen. Szóval nekem ez egy nagy eredmény. Én egy elég rendezetlen családból származom, és én ezt egy sikersztorinak élem meg, hogy főleg a mai világban, ebben a rohanó világban, ahol azért tényleg látjuk, hogy hogyan mennek naponta tönkre házasságok, kapcsolatok, milyen gyorsan történik minden, és milyen gyorsan túl tudnak kapcsolatok lépni egymáson, meg egyre kevésbé úgymond trendi ez a úgymond családkép. Én ezt egy nagyon komoly sikernek élem meg, hogy a mi kapcsolatunk, a mi házasságunk, a mi család életünk az nem hogy romlana, hanem egyre inkább fejlődik. És ezt a fejlődést nagyon-nagyon jó megélni. A te ismerőseid fogták a fejed, amikor Szilvivel összejöttetek, mert hogy ő nagyon fiatal volt. Igen. Neked meg nagyon zűrös ügyeid voltak korábban. Igen. Hát igen, elég és hogy ez a kettő, ez hol igen. fog találkozni? Tehát a rendezetlen, igen. ahogy te mondod, fogalmazzunk akkor így, igen. Feri, meg ez a fiatal lány, 18 igen. volt, 19, hát, amikor a gyereketek 17. született. Ja, amikor a gyerünk, hát, szóval, amikor a kislányunk hát, született, akkor 19. Szinte gyereklány igen. volt. Igen. Hát igen, azért ez egy érdekes történet volt. Nehéz is volt egyébként elmagyarázni ezt mondjuk a közönségnek, nem is nagyon akartam elmagyarázni. A közönség is számon kért? Volt, hogy számon kért. Hát nyilván most 1-2 komment, azért a mai világban ez elkerülhetetlen, hogy a közönség, vagy éppen az újságírók, vagy a megjelent cikkek alatt vélemény. Mit akarsz a kislánytól, vagy mi baj? Kb. Igen, meg hogy a korkülönbség, ugye 11 év közöttünk a korkülönbség, ami szerintem nem extrém, egyáltalán szerintem tök normális még, egészséges. Nálunk ennél sokkal több. Na hát, akkor szóval vannak erre jó példák szerintem. Nehéz volt azt elmagyarázni az embereknek, bár mondom, nem is nagyon tettem erre ilyen erőlködős lépéseket, hogy
Én amikor először találkoztam Szilvivel, akkor én beéreztem azt, amiben most vagyunk. Szóval én beéreztem azt az otthonérzést vele kapcsolatban az első pillanatban, és ez ilyen nagyon nyálas, meg ilyen nagyon filmszerű, de tényleg olyan furcsa érzés, ilyen megmagyarázhatatlan érzés kerített hatalmába már az első találkozáskor, és hát hál' Istennek azért az idő ezt igazolta, hogy nem tévedtem. A te pályádat mennyire igazgatja az, hogy van mögötted egy ilyen család? Erre könnyű azt mondani, hogy persze a biztos családi háttér, meg a feleség, meg minden, de az ember azt ott magán mégiscsak érzi, hogy mit módosított, vagy mit befolyásolt a dalain, a szövegein, a karrierjén magán. Nehéz kérdés. Nehéz kérdés, mert itt már bejönnek a feltételes módok, hogy mi lett volna, ha nem így, vagy máshogy, vagy mondjuk egyedülálló lennék azóta is. Valószínűleg ugyanez. Azért azt sejtjük, hogy mi lett volna, ha egyedülálló lennék. Nem tudom, mi lett volna, biztos, hogy nem lett volna jó. Induljunk ki. Bár előbb-utóbb megkomolyodtam volna szerintem. Szóval kénytelen az ember, akinek nincs valami tudathasadása, kénytelen felnőni azért szerintem, vagy jó dolog, hogyha fel tud nőni. Azt tudom mondani, hogy biztos, hogy nagyon sok mindent adott, de legfőképpen az utóbbi pár évben találtam ezáltal még jobban magamra. Szóval az első pár évben azért én is sodrottam úgymond az árral, keresgettük egymást, keresgettem saját magamat. Ez most lehet, hogy nem olyan, szóval nem tűnök majd ilyen határozott pasinak, amikor ilyet mondok, de tényleg azon, hogy az első pár évben mint apuka is keresgettem magamat, mint férj. De szerintem bele kellett rázódnom. Igen, csak ezt tudod, így a férfiak nem nagyon szokták kimondani, hanem így az a divat most, hogy ha valaki gyereket vállal, vagy megnősül, vagy megházasodik, mindenki ilyen nagyon határozottan, hogy hú, én már kész vagyok. Én most egy pár év érzem azt, hogy megértem erre a szerepre, és célba értem, és kész vagyok édesapának lenni, meg kész vagyok egy olyan férnek lenni, amilyen szerettem volna lenni. Szóval... De szerintem ez az igazi férfi, nem az, aki berúgja a kocsmajtót és elővölti magát. Tehát, szerintem is, meg ez a... A férfias felelősségvállalás és a tudatosság, igen. Szerintem az az igazi férfi. Igen. Szerintem is ez a jó, de hát tényleg ez egy olyan szerep, amiben bele kell rázódni, és hát önkritikát kell gyakorolni, és tanulni kell. Szóval ez is egy folyamat, egy olyan utazás, amiben ha az ember nem tud tanulni, hanem a megszokott sémák szerint, a megszokott reflexei szerint éli a mindennapjét, vagy kezeli a helyzeteket. Ezt csak azért mondom, mert én például egy elég zárkózott ember vagyok, érzelmileg a magánéletemben, vagy mondjuk azt, hogy a szerelmi életemben. És igen, ezt észre kellett vennem évek alatt, kb. Úgy mondom, hogy a feleségemnek kellett egy pici tükröt mutatnia nekem, hogy egyébként mi lenne az egészséges. És akkor sokat beszélgetni erről, merni, vagy legalább próbálkozni, megnyílni neki, és akkor így szépen lassan ez így. Így. De most mondom, hogy tökélyre fejlesztettem, meg teljesen ki tudtam 100%-osan nyílni, meg teljesen ki tudom a legbelsőbb érzéseimet fejezni otthon, de igyekszem, mert a feleségem miért szeretnék élni, meg a gyerekeimért. És ezért próbálkozom, és próbálom magamat oda tenni. De most írtál egy dalt, most volt a premierje, ugye mondtam, hogy avul gyorsan minden. Igen. Annak az a vezérsorra, hogy édes rózsám, igen. Csak legyek a tiéd. Igen. Ez egy szerelmi vallomás. Abszolút. De te teljesen kitárulkozó szeret. Tehát ahhoz képest, hogy te azt mondod, hogy te egy szemérmes fickó vagy, ennél bátrabban szerelmet vallani zenében, tehát az olyan, mint Lennon Yoko Ono-nak. Tehát, hogy itt van, kiraktam az asztalra, ráadásul Szilvia a klip főszereplője, tehát ennél egyértelműbb szerelmi vallomás nincs. A zenében nekem egyébként könnyebben megy ez, szóval nekem a zene egy olyan önkifejezés, emberileg is, amikor ilyen konkrét dolgokat, például a feleségemnek tudok egy szerelmi vallomást tenni. Be kell, hogy valljam azért, hú, nem gondoltam, hogy ilyen mélységekbe bele merek majd menni, de szerintem na ez is valamilyen fejlődés, hogy ezt is megmerem veled osztani. Köszönöm. Meg ezt így kihozott belőlem. Hogy azért a hétköznapokban ennyire nyíltan nekem nem megy. De annyira ezért is szeretem nagyon a zenét, hogy azért kaptam a zenétől egy lehetőséget, hogy most egy dalon keresztül így tényleg ezt így kimondhatom, és
nem érzem, nem feszengek benne, egyáltalán semmilyen rossz érzés nincs. Akkor sem feszengtél, amikor először megmutattad neki, hogy nézd, írtam neked egy ilyet. Mert hogy ez tök egyértelmű, hogy ezt neki írtad, ez nem egy popsláger. Érdekes, igen, ezt abszolút neki írtam. Először is feszengtem, meg most is bármikor véletlenül szembe jön valahol ez a dal, és ott van a feleségem, még mindig egy kicsit feszengek egyébként, hogy így... Tudod, olyan... De ebben az a sok, amennyire te kiadod magad, vagy az a sok, hogy ennyi érzelmet valahova odaöntesz? Tehát a személyes éned a sok benne? Nem tudom, ez nehéz kérdés. Talán ez a kitárulkozás, ez a sebezhetőség. Szóval azért még ebben van még mit fejlődnöm, de egyébként egyre jobban megy, egyre kevésbé feszengek. Most már azért én is szokom a dalt. Ez a feszengés, ez a sebekből van, amiket gyűjtöttél? Hát valószínűleg ezek ilyen minták szerintem. Én egy olyan családba nevelkedtem, ahol nem láttam olyat, hogy, és most nem akarom magamat mosdatni, egyszerűen nem láttam a szüleim között ilyen férfinői intimitást, ilyen apró gesztusokat, és lehet, vagy gondolom, hogy valószínű, hogy emiatt lettem én is egy kicsit ilyen szinten érzelmileg zárkózottabb. A te gyerekkori családi életed az egy zűrös élet volt? Hát voltak zűrös korszakok, igen. Igen. Szóval elég hullámzó volt. Ugye nekem édesanyám és édesapám elég korán elváltak, és utána anyukámnak lett egy új párja, egy új férje, a nevelőapukám, és ott azért volt pár év, ami nagyon jó volt, nagyon szép volt, így kívülről nézve gyerekként, volt pár nehezebb év azért, meg voltak azért ilyen családi tragédiák, amit azért elég nehezen viseltek a szüleim, meg mi is, gyerekek. Szóval erősen hullámzó gyerekkor volt. Neked a felnőtt korod is ilyen sodródó sem kezdődött azért. Tehát igen. Amennyire én ismerem, te jobban ismered. Egyik munkahelyről a másikra, egyik vacak munkából a másikba. Igen. Hát, ha lehet így mondani, hogy vacak, ja, hát munka. Hát munka, az nem vacak önmagában, igen, de hát az, hogy mit, kőműves mellett segédmunkás, hát azért az nem egy állammunka. Gumigyár, gumiabroncsgyár, aztán elég sok évet lehúztam egy üveggyárban. Nem mondanám vacak munkahelyeknek, kemény volt azért, kemény volt. De az biztos, hogy hát adott egy megélhetést, egy úgymond egy biztos megélhetést, meg azért csiszolt rajtam szerintem elég sokat. Szóval én egyébként abszolút pozitívan tekintek ezekre az időkre vissza. És milyen képed volt magadról? Tehát, hogy majd mi lesz a Ferivel? Nehéz kérdés, mert mindig ott lebegett bennem a zene iránti vágyakozás, meg valahol mindig képzelektem azon, hogy egyszer talán színpad, vagy zeneszerzés, vagy valahogy a zenével foglalkozni, de mégsem éget be annyira ez a kép, hogy így 100%-osan el tudjam ezt képzelni. Szóval az a fotó, amit így láttam magamról, amit így vizionáltam, ez kicsit én átlátszó volt, hogy így ilyen kis fátyol mögül tekintett rám. Aztán, amikor jött a Megasztár a tévében, akkor így szépen így kapott egy ilyen konkrét képet ez, hogy ez egy olyan lehetőség, hogy na ezt meg kéne próbálni, mert ezáltal azért el tudom magamat képzelni a jövőben talán ilyen pályán. És te elhitted, hogy vagy annyira jó a gumigyárból jelentkezve? Nem tudom éppen melyik munkahelyre jelentkeztél. Nem. Az üveggyárból jelentkeztem. Ráadásul. Ne, abszolút nem. Ez egy elég törékeny helyzet. Igen. Szóval, hogy abban azért, abból nem következik, hogy majd a Feri jön és megnyeri a versenyt. Nem is ilyen attitűddel vágtam bele ebbe az egészbe. Igazából szerettem volna valamilyen visszajelzést, valamilyen szakmai visszajelzést, hogy egyáltalán alkalmas vagyok erre a pályára, vannak-e olyan jók a dalaim, hogy ennek van-e egyáltalán értelme. Valószínűleg azt mondták volna, hogy nem fogadtam volna el nyilván, de azért mégis kíváncsi voltam, meg úgy... Szóval én az esélytelenek nyugalmával indultam ebbe az egészbe, vagy neveztem be a Megasztárbannul. Úgy gondoltam, hogy igazából lesz, ami lesz, veszíteni valóm nincs, úgyhogy
úgymond a kötelességem kipróbálni, hogy ne mondhassam azt majd később, hogy rajtam múlott, és én nem tettem meg ezt a lépést. Össze kellett szednem minden bátorságomat, mert akkor egyébként még sokkal zárkózottabb voltam a mostani énemhez képest. Egy elég visszahúzódó ember voltam, a saját kis világomba húzódtam mindig vissza. Nagyon nehéz volt kiállni kamerák elé, a közönség elé, a zsűri elé, bárki elé. Szóval csak ez a történethez hozzátartozik, hogy amikor bejutottam a Megasztárba, akkor anyukám fölhívott, meg apukám is mondta, hogy én nem is tudtam, hogy te énekelsz. Annyira nem én volt ez ennyire elzárkóztam. Tényleg én gyerekkoromban is, pici gyerekkoromban is olyan voltam, hogy így én teljesen elvonultam mindig mindenkitől, ilyen outsider voltam így a cigánytelepen, Törökszent Miklóson, furcsállottak is engem egyébként. De a telepi srácok sem tudták, hogy te énekelsz? Nem nagyon, nem nagyon. Tudták, hogy mindig énekelek, de hogy... Ez mindig énekel. Ez az a Dilis, az a Flapnis, aki mindig énekel, és be nem áll a szája, és így néha már is kell kerülni, mert egyébként barom idegesítő, de szerintem azt gondolták, hogy ez egy ilyen kattanás, vagy egy ilyen hóbort. Te tudtál zenélni? Igazából nem, hanem ilyen teljesen ösztönösen kezdtem bele az egészbe. Volt nem saját is... dalod? Hogy írtad meg? Hogy írtad hát ez érdekes, ez már ilyen technológiai dolog. Mindig azon ügyködtem, hogy valahogy valamilyen hangszer közelébe keveredjek. Legyen az egy szintetizátor, valamilyen billentyűs hangszer vagy gitár, vagy valami olyan eszköz, amivel egyáltalán föl tudom venni a hangomat. És akkor otthon volt egy két kazettás magnónk, és ahhoz emlékszem, szereztem már nem tudom honnan egy mikrofon fejet, és elkezdtem így sávokat rögzíteni, hogy ráénekeltem, beatboxoltam, aztán rászintiztem, kicsit rápengettem. Ez iszonyú nehéz. Iszonyú nehéz volt, és lassú. A végén már semmit nem lehetett hallani a zajoktól, és akkor ezeket a kis demókat mutogattam, már elég korán egyébként én 10-11 éves koromban. És egyébként még volt egy nagy csavar ebben az egészben, ugyanis egyébként én ilyen zenés, muzsikus családból származom valamilyen szinten, az édesanyámnak a felmenői zenészek, de nagyon érdekes volt, hogy én voltam az egyetlen unoka, akit nem tanítottak zenélni. Hogy egyébként ez eléggé meg is viselt. És a többiek zenészek lettek? Nem. Van, aki igen, van, aki nem, a legtöbben nem, egy-két unokatesóm az lett, de az engem nagyon rosszul érintett, nagyon rosszul éltem meg, ráadásul azért, ezt már így el lehet mesélni, ami nagyon érdekes, erről írtam egy dalt nem régiben, az a cím, hogy Analógia, és van egy olyan, ugye az általánosításokról szól, hogy a világ általánosít, akár származás alapján, de én ebbe belefutottam otthon is, hogy a nagypapám azt mondta, hogy azért nem tanít engem zenélni, mert túl barna a bőröm. Hogy ez nagyon érdekes. Mert hogy a zenész világban is, a roma zenész világban a közönség felé jobban veszi ki magát, hogyha fehér bőrű egy roma srác. És az szegregáció ilyen... kontrában. Igen, és ez nagyon durva, és ez nagyon megihletett, erről írtam egy dalt, és ezt a kétfajta úgymond előítéletet így egymással párhuzamba hozom, hogy mindenhol van általánosítás egyébként. Még a saját nagyapámban is benne volt ez. Holott... Na de milyen szomorú ez, mert ha belegondolsz, ez a többségi társadalom rasszizmusából fakad. Igen. Gondolkoztam, hogy ezt a szót kimerjem-e mondani, igen. Igen, ez kéz a kézben. Tehát nem akarom látni az igazi romát a hegedűjével az asztalomnál, igen. Egy ilyen fehér arcú jön oda. Igen, és ezt nem mondja ki senki. Mert a roma társadalom ezt igen. Már tudja, tehát igen. A sötétbőrű roma, menj arrébb. Igen, itt jobban fog kinézni a másik úrunk, mert neki mások a vonásai, fehérebb a bőre. Lehet, tehát visszatükrözi olyan... gyakorlatilag a többségi rasszizmus. És ez nagyon furcsa volt gyerekkorom, egyébként a mai napig is nagyon. Ez egy nagyon furcsa élmény, nagyon furcsa. Én hát nem véletlenül írtam erről egy dalt. Téged értek ilyen szegregációs élmények? Értek, igen. Most hát ezen túl persze. Hát ez értek, értek, sajnos úgymond, szóval én azért a 80-as években voltam kisgyermek, meg általános iskolás, majd ugye később középiskolás, abszolút.
Abszolút. Ha jobb a helyzet? Vagy jobb neked, mert te egy ismert sztár vagy, tehát itt rólad már... Ja, hogy ilyen szempontból, hogy találkozok-e előítéletekkel, vagy ilyesmi? Hát ma nyilván egész másképp, mint gyerekként. Egész másképp, azért az egy tényleg egy teljesen más korszak volt, és ott a szegregált osztályok azért egy ilyen teljesen hétköznapi dolognak számított. Fel sem merült senkiben ez a kérdés, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy normális, vagy hova vezet ez az út. Nem voltak ilyen diskurzusok, hogy ez helyese, vagy nem. Ez egy tök természetes dolog volt. Annó nem érnek egyébként ma már ilyen nagyon vehemens, rasszista jellegű dolgok. Nyilván jönnek azért szembe, főleg a netes fórumok, hogyha megjelenik rólam egy cikk, akkor nyilván ott azért, ha van negatív kritika alatta, egyébként el szoktam olvasni, mert mindenféle kritika érdekel, a valóság érdekel, ott azért vannak még. És reagálsz is? Nemrég azért volt egy-két fájó dolog, amikor vártuk a kisfiamat, de hogy nem reagálok semmire, nem. Csak így próbálok belőle valamit így leszűrni, meg így, meg egyáltalában képben lenni, hogy milyen társadalomban élünk, meg milyen világban élünk. Nem is lázadozom el ez ellen, meg nem is okoz úgy nagyon sebeket. Néha azért elszomorodok inkább tőle. Amit a legutóbb elszomorodtam, akkor vártuk a kisfiamat, és akkor az egyik, nem tudom, bulvármagazinnak a Facebook oldalán megjelent rólunk egy cikk, hogy jön Miron, érkezik, várjuk, és akkor volt egy pár komment, ami így, hogy na, egy újabb Dakotával több, meg azért voltak csúnyábbak is, hogy egy büdös cigánynak, meg egy kínai izének a élősködő gyereke, meg ilyenek. De hogy mondjam, de ilyen akkor is, de ilyen akkor is van, hogyha ismert ember vagy, és nem vagy cigány, és nem azzal próbálnak visszajönni. Van, bár mert ezzel azért már van. Mindenkibe bele tudnak kötni. Mindenkibe bele tudnak kötni, és nyilván bele is fognak ez. Hogy mondjam, ez benne van a pakliba. Szóval... Ez a név nélkül beírok valamit, igen, vagy igen, arc nélkül igen. Beírok valamit. Nekem ez inkább fájdalmas, szóval nem is magamra veszem itt személyesen, hanem ez azért mutat egy képet szerintem, ami nagyon-nagyon szomorú, hogy embertársainkról, vagy egy meg nem született életről már előítéletesek vagyunk. De hát igen, ez egy másik asztal, szóval egy másik téma. Na jó, akkor ezt engedjük el. Még egy mondat, nekem az szokott ebben az érthetetlen lenni, vagy egy kicsit ilyen megmagyarázhatatlan, hogy azért elég ilyen PC világban élünk, ahol elvileg a tolerancia, a minden elfogadása, szóval ha megnézzük a fórumokat, már nem nagyon illik, hogy mondjam, a melegeket ilyen nagyon durván sértőjelzőkkel illetni, szóval senkit. Szóval most így felsorolhatnék mindenfajta. Szerintem ennek ellenére a közösségi médiában ez bőven topzódik. Igen, sajnos. Minden van, igen, minden. Igen, minden igen. És mindenkivel szemben. Igen. Sajnos azt látom, hogy így ez a roma kérdésben még mindig egy kicsit úgymond trendi ez a dolog, és ilyen megbocsátható. Szóval nekem az a furcsa tanulság, meg a szomorú tanulság, hogy más fórumokon, amikor másfajta kisebbségről van szó, vagy másfajta szexuális identitásról például, vagy vallási hovatartozásról, vagy politikai meggyőződésről, ott azért picit megvédik a többiek úgymond az áldozatot. Itt nem látok nagyon. Nem az a különbség? Most nagyon messze megyünk, nem baj. Igen, ne is akarok erről ennyit, mert utána megint az lesz, hogy a roma téma. Kimernek állni magukért? És a legkevésbé nyilvánosan a romák állnak ki önmagukért. Tehát, hogy, ebben biztos van igazság. Hogy egy az LMBTQ közösséghez tartozó embert, hogyha elkezdenek bántani, akkor érte kiáll az a közösség, valami igen. Komment biztos lesz. Igen, igen. És igen. Hogyha igen. A romázás megy, cigányozás igen. Megy, igen. Akkor az ott önmagában megmarad. Igen, igen, abban valahogy ilyen kicsit ilyen egyetértés van, vagy nem is tudom. Igen, nyilván én se ülök le, és akkor elkezdek gépelni, meg így megmagyarázni, mert valószínűleg nem érne semmit, hogyha úgy nagyon... Viszont megírod, ha másképp is. Igen, másképp igen. Másképp, másképpen reagálok. Na most akkor most én elmondom, van nekem egy sorom tőled, de megpróbálom pontosan, hogy ahol a félelem lakik, ott az igazság mindig alternatív. Igen. Szerintem életed dala az alternatív. Remélem írsz még majd jobbakat, nagyobbakat, hatalmasabbakat. Eddig szerintem nekem ez. Nekem is az egyik kedvencem egyébként. Az ott zseniális. Nagyon köszönöm. És olyan élettapasztalat,
ami egészen megüti az embert, mert ilyeneket idős költők szoktak megfogalmazni, mint amivel te ott 31 éves korodban bíbelődtél. Igen. Mennyi ideig készül egy dal? Hogy készül egy dal? Hogy készül egy szöveg? Elég változó. Az alternatív, vagy hogyha konkrétan arról a dalról kell beszélni, hát azt szerintem egy fél óra, egy óra alatt. Az nagyon kiszaladt. Az nagyon kiszakadt belőlem az a dal. Arra is emlékszel, hogy mitől? Sok minden közre játszott. Hát szóval elég sok áthallás van ebbe a dalba. Ugye ez a dal alapjáraton az alternatív az igazságról szól. Ugye ez is a, úgymond a bemondás benne, hogy ahol a félelem lakik, ott az igazság mindig alternatív. Mert mindig ezt látom, mindig ezt láttam, hogy ahogy bejön a félelem, meg a számítás az emberek életébe, meg a helyezkedés, meg a dörgölőzés, meg a öncenzúra, meg a gyávaság, akkor elkezd így elferdülni az igazságnak a dimenziója, holott szerintem csak egy igazság van. Hogy persze vannak ezek a, most majdnem azt mondtam, hogy közhelyek, de hogy tudom, hogy mindenkinek megvan a saját igazsága, de egyébként az igazság az csak egy. Szóval az, hogy mi a helyes és mi helytelen, az szerintem nem nézőpont kérdése, hanem vannak helyes dolgok és vannak helytelen dolgok. Tudom, hogy ez ilyen nagyon kategórikus, de most az igazságról beszélünk. És nem arról a fajta igazságról, hogy ki mit gondol helyesnek ő magában, mert egy, hogy mondjam, egy sorozatgyilkos is gondolhatja azt, hogy neki ez a küldetése, ez így helyes, de mi tudjuk, hogy az nem helyes. Az az ő igazsága. Az az ő igazsága. Vállalhatatlan, igen. De az övé. Igen, szóval ilyen szempontból mindenkinek megvan a saját igazsága, de azért mégis létezik egy egyetemes igazság. Ebben mi az útmutató? Ebben? Egy nagyon, ez ilyen nagyon bután hangzik, de szerintem elvileg, hogyha valakinek nincs pszichológiai, vagy inkább pszichiátriai betegsége, akkor szerintem azért belinfankódol, hogy mi a helyes, meg mi a helytelen. Ezt többször elmondtam, hogy van egy ilyen film, az a cím, hogy Capex, a belső bolygó, Kevin Spacey, az egyik főszereplő. Nem egy nagy durranás a film, viszont van benne egy mondat, amikor azt mondja a Kevin Spacey talán az egyik ápolónak, hogy minden megszületett ember tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen, az összes többi csak színjáték, meg egy ilyen lepleződés, és ez engem nagyon megütött az a mondat, nekem ez így, engem ez így kísért, mert egyébként én is erre döbbentem rá, hogy néztem a filmet, hogy egyébként igen, már pici gyerekkorunkban van bűntudatunk, amikor rossz fát teszünk a tűzre. Vagy... De nem az van, hogy megtanítják nekünk, hogy mi a rossz fa? Tehát, hogy igazából az elvárásnak megfelelve. Ez nagyon érdekes, mert lehet, hogy pont azt tanítják. Gondolj bele, minden kultúrában mást helyeznek előtérbe. Szerintem az emberi jóság, és most tényleg nem akarok ilyen nagyon szentimentális lenni, de az emberi jóság az szerintem egyébként, vagy az emberi jóságnak a helyessége szerintem belénk van kódolva, maximum elrontani tudjuk, mármint mi neveléssel. Szóval ez már ilyen szociológiai kérdés is, meg oktatás, hogy milyen mintákat adunk át egymásnak. Mert az is megdöbbentő felismerés volt gyerekkoromban, hogy arra lettem figyelmes, meg arra döbbentem rá, hogy minden pillanatban hatással vagyunk magunkra, a környezetünkre, a gyermekeinkre, és ezáltal, ha szélesedik ez a kör, akkor egyébként az egész világra, hogy minden egyes pillanatban, minden egyes rezdülésünkkel átadunk valamit. Most mondok erre egy nagyon rossz példát, amikor még éppen beszélni tanul a gyermekünk, és mondjuk ülünk a dugóban, és mondjuk bevág elénk valaki, és azt mondjuk, hogy a rohadt tűz, és nem sokára halljuk, csak azt halljuk, hogy a rohadt. Szóval ilyen szinten, és azt gondoljuk, hogy ez nem így van. Hogy, és ő még nem tudja, hogy mit. És ez csak a káromkodás. Igen. És ez csak a káromkodás. Ugyanígy én abban hiszek, és szerintem erre rá kell döbbennünk előbb-utóbb, mikről beszélek amúgy, de hát igen, ebben hiszek, hogy előbb-utóbb rá kell döbbennünk, mint emberiségnek, hogy minden pillanatban hatással vagyunk mindenkire, és minden gesztusunknak lesz valamilyen fajta következménye, a negatív gyökerekből táplálkozó gesztusainknak is, de a pozitív,
az emberi jóságból, meg a szeretetből fakadó tetteinknek, meg rezdülésünknek is következménye lesz, mint amikor beledobunk a tükörsima vízbe egy kavicsot, és az hullámzik. Szerintem ugyanilyen az élet. Ugyanígy vagyunk hatással mindenre. Te miket olvasol? Látszólag nem függ ezzel össze, de szerintem nagyon is. Nem. Mert szerintem nem krimiket olvasol meg. Egyébként nagyon szeretem a krimiket, meg a skifiket is nagyon szeretem, de nem vagyok olvasós. Szóval ezt most így szégyelnem kéne, de volt is idő, hogy szégyeltem. Nem. Filmnézős vagy? Én inkább vizuális. Na, akár, de mondom, ez azért nem a legerősebb filmje, vagy a legerősebb filmalkotás a világon, de azért a filmekben azért elég válogatós vagyok, nagyon szeretem a jó mozit, egyébként érdekel is ez a világ nagyon, maga, ahogy a képeket festik, tudod, az operatőri munka, a fények, a coloring, a rendezés, ez mindig pici gyerekkorom óta nagyon vonz, jobban vonz, mint az olvasás, de egyébként olvasni is szeretek, ha olvasok, nagy ritkán, nem gondoltam, hogy ennyire ki fogok tárolkozni azt a mindenit. Ez sok? Nem, na, egyáltalán ugye. Nem. Már elengedtem ezeket a dolgokat, hogy feszengjek saját magam előtt, mert közben rájöttem így a 41-2 évem alatt, vagy 40-41 év életem. Ne öregítsd magad. Igen, hogy igazából csak magam előtt feszengtem mindig. Szóval, hogyha olvasok, ez most ilyen fura lesz, de hogy vagy a Szentírást olvasom, vagy költészetet olvasok, nagy ritkán. Nem lesz fura, mert például, amit a jóról, rosszról, a kőről a vízben mondtál, hát az teljesen bibliai. Biztos, nem tudom. Tehát, hogy de ezt már azóta az, is az vallom, amikor még nem forgattam a Bibliát. Mondd, de az, hogy téged érdekel a film, azon is látszik, ahogy a klipjeid készülnek? Tehát nem avatkozol? Próbálok, de ez nekem ez egyébként egy nagy keresztem ez a klip dolog, mert mindig teljesen más klippeket szeretnék, mint amiket kapok úgy végeredményként. Ez egy nagy küzdelem az életemben, amit így próbálok most már így helyre tenni valamilyen szinten, de én örök elégedetlen vagyok a klipjeimmel. Tavaly is visszaadtam két videóklippet, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy kifizettem, és nem jelent meg. És nem jelent meg. Ezt én minden évben, hogy ha egyszerűen nem üti meg azt a vizuális színvonalat, amit elvárok, egyébként nem várok nagy csodákat, 3 szép képet szeretnék látni egy videoklipben, vagy 4-et, de hogyha nem szép, akkor egyszerűen... De ez azért van, mert nem válogatsz jól, hogy kikkel dolgozol, vagy valószínűleg... vagy van egy kép a fejedben, hogy te ezt szeretnéd látni, de ő meg nem, és hát ő az alkotó. Nagyon változó, mert vannak olyan klipjeim, amivel nagyon elégedett vagyok, viszont hát a menedzserem mindig azt mondja, hogy vannak a szakmánkban ilyen keserű pirulák, amiket le kell nyelni. Azért van egy-két keserű pirula így a videótárunkban, amit így úgymond be kellett vállalnom, hogy azt én így kiadjam, vagy publikáljam, de egyébként sok van közt, amit nagyon szeretek, és nagyon elégedett vagyok. Szerintem a videóklip készítés is egy művészet. Szóval szeretem, hogyha úgy állnak a videóklip készítő csapatok a dalhoz, hogy művészi szemmel próbálnak. Szeretem, hogyha van valami víziójuk, amit szeretnének átadni, valami személyes dolog, amit szeretnének átadni az én dalomhoz kapcsolódóan. Szóval ez is egy ipar, a videoklip készítés egy iparág, és én azért a mai napig keresgetem a megfelelő csapatot, most próbálok egyre több mindenkivel együtt dolgozni, hogy megtaláljam azt, amit mondjuk a zenébe már sikerül, de egyébként nagyon kényes vagyok erre, nagyon kényes vagyok. Túl sok filmet nézel. Igen, és a filmekben hatnak. Is, igen, és ott is tudod, annyira bele tudok szeretni egy szép képbe, vagy egy karakteres operatőri munkába, meg egy szép fényelésbe, és akkor még a forgatókönyvről nem de beszéltem. Itt van ez az új dala, nem kell más. Igen. Ami hát feleségedről szól, ezt igen. Már megbeszéltük. Igen. Tele van szép képpel, hisz a feleségedről szól. Igen. Mernél mondani valami rosszat? Tehát ez tipikusan az az eset, amikor nem szólhatsz semmit, mert hát az van rajta, amit akartál. Nem is biztos, hogy szeretném így elrontani ezt, szóval
De hát ez egy ilyen őszinte beszélgetés. Én picit másmilyen klippet álmodtam meg ehhez a dalhoz. Egyébként szeretem a klippet, csak egy pár olyan dolog kimaradt belőle, amitől egy picit én éteri lett volna a végeredmény ehhez képest, amit most látunk. Túl direkt ez így? Te ízlésednek? Nem, egyébként nem, mert ezt én így szántam, hogy én vagyok, a feleségem vagyunk, romantika van, lángoló zongora van, csak kimaradt pár olyan apróság, ami így a... Szeretek egy picit a felszín alatt is fogalmazni, ami picit ilyen sejtelmessé tette volna, picit úgymond misztikussá tette volna, de egyébként így is szeretem, és nem akarom senki munkáját így most így, nem akarok ilyen hálátlannak tűnni, vagy ilyen okos tojásnak, aki mindenhez is akar érteni, mert valószínűleg nem értek ehhez, csak van egy ilyen ízlésvilágom, és ehhez a dalhoz így konkrétan most voltak. Viszont így legalább írtál egy ilyen esküvői himnuszt. Mindenki ezt mondja. Hát ne viccelj, hát ez, az összes pár erre akar majd bevonulni. Mindenki ezt mondja. Három nappal ezelőtt találkoztam a kiadónak így a vezetőjével, Molnár Gáborral, és Feri, te nagyon rafkós vagy. Ugye? És esküszöm, ezt neki is mondtam, így mosdatnom kell magam, hogy egy pillanatig sem fordult meg a fejemben. Megnéztem a klipet, ez volt az első gondolat, hogy nem lesz olyan pár, amelyik bevonulni. Tehát... Fiam, úgy ennek örülök, mert akkor ezek szerint tényleg romantikus a dal, és hát a célomat elértem vele. Hát itt igen. Igazából a kérdés, de teljesen formális, hülye kérdés lesz, nyilván bocsánat érte. Te ennyire szerelmes vagy? Én ennyire, jó, még jobban. Imádom a feleségem, nem csak szerelmes vagyok, hanem nagyon tisztelem. Nem tudom, szóval annyira mázlista vagyok, hogy van ő nekem, és ez durva, de hogy ugye az elején még ment ez, hogy mekkora a korkülönbség közöttünk, és hogy túl fiatal, ráadásul az érettségben utolér, hát nyilván. És annyi mindent tanultam tőle egyébként, a mai napig tanít engem a bölcsességével. Nagyon más a személyiségünk egyébként, kicsit olyanok vagyunk, mint a tűz és víz, és mondjuk ő a tűz, én meg a víz. Szóval én sokkal ilyen visszafogottabb, vagy nem is tudom mi a jó szó, ilyen magamnak valóbb vagyok, nincs annyi energiám, mint neki, de mégis annyi mindent tanultam tőle, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Meg hogy egyáltalán megteremtette ezt, hogy nekünk egy ilyen családunk legyen, egy erős nő egyébként, egy erős nő. A nézők közül van bárki, aki csodálkozik rajta, hogy jelenléte nélkül miért beszélünk ennyit Szilviről, ő egy influencer is együtt. Igen. A Szilágyi Szilvit meg lehet találni az Instán. Igen. Tehát neki van egy nagyon erős közösségi térbeli jelenléte, tehát nem egy az biztos, sokkal feleség. Erősebb, mint hát nekem. Egyébként igen. Ő nem egy titkos feleség, abszolút, mert ő számol be a ti életetekről is rendszeresen. Igen, ő nagyon benne van, de ő a kezdete óta, amióta jelen van a közösségi médiában, ő azért sokkal aktívabb volt, szóval sokat tanulhatnék tőle így a közösségi médiában való jelenlétről. Egyébként pont annyit mutat a családunkból, ami még nekem is belefér. Én reflexzerűen nem vagyok ilyen, nekem nem jut eszembe soha így kitenni bármi ilyen családi dolgot, bár ő is csak úgy rakja ki, hogy ilyen zárt csoportban csak a legközelebbi ismerősei vagy barátai láthatják. Hát meg oda szokta jönni, szigorúan tilos elvinni. Igen. Valóban máshova. És egyébként tök érdekes, mert most lehet, hogy többen így felhördülnének, hogy hát így nem nehéz, meg megmutatja a magánéletet, és akkor ezért van ilyen sok követője. Én viszont látom a másik oldalt, hogy miért teszi ezt. Egyáltalán nem ilyen céllal teszi, hanem ilyen. Szóval ő egy cuki nő, egy cuki csaj, és büszkeségből teszi ki. Igen, ő nagyon, nagyon jót megy a közösségi médiában, nagyon szeretnek vele dolgozni, és én nagyon büszke vagyok rá miatt, mert látom azt a mindennapi munkát, amit beletesz ebbe, és hogyan fejleszti, és hogyan keresi ő is a megfelelő partnereket ebben, hogy hogyan tudjon minőségibb tartalmakat. Hát meg kilakul. Az nagyon fontos, hogy mind a kettőtöknek legyen meg a hivatása. Tehát valami, ami csak hát a tiéd, és amiben ki tudod fejezni önmagad. Ez nagyon fontos egyébként, hogy igen, szóval
van neki egy olyan saját kis világa, ami tényleg csak az övé, és tök jó benne, és sikerélménye van, és kiegyensúlyozott, szereti csinálni, én meg szeretem nézni, hogy ő szereti csinálni, és hogy el tud ebben mélyedni, én is így próbálok elmélyedni a zenében. Pár évvel ezelőtt a kislányatokkal kapcsolatban volt egy elég ijesztő hír. Igen. Az ő betegségével kapcsolatban, akkor rengeteg cikk jelent meg arról, hogy mi van vele. Igen. Úgyhogy most nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy ugye ő kim van a betegségből, ő meggyógyul. Hál' Istennek, igen, igen. Nyilván most így hebegek, habogok egy kicsit, szóval ilyenkor nagyon, szóval mindig azt mondja az orvosunk, hogy semmit, hát most hogy is mondjam, mert én viszont el akarom kiabálni, hogy túl van rajta. Nincs kijelentő mód ebben, de hogy nem szabad kijelentő módban, de túl van rajta, úgyhogy még nem telt le az 5 év, mert ugye ez úgy szokott lenni, ugye most ezt, ugye kislányom leukémiás volt, és mindig az van, hogy a kezelés végétől 5 évet kell számítani tünetmentesen, meg mindenféle tünetek nélkül, hogy azt lehessen mondani, hogy akkor elérkeztünk a gyógyuláshoz. Ez még nem telt le, de lekopogom, hogy a kezelés óta semmilyen probléma nem volt, és egy életerős, tüzes kis csaj, és okos, és tehetséges, és boldog, és ráimádom. Szilvitől tudom, mert olvastam, hogy írta egyszer, hogy hát nagyon művész vénája van a gyereknek, ami ijesztő. Mert hogy ezt ne! Igen. Igen, egy kicsit. Látod magad benne? Látom magam benne, igen, nagyon sok mindenben. Tegnap például 4 kezest játszottunk otthon, az egyik musicalből egy betétdal. De hát ott tudsz zenélni már? Hogy? Hát már tudsz zenélni. Ő? Te. Ja, hát igyekszem, de én csak egy hangot, én csak egy C-t, meg egy F-et kell, ilyen basszus funkciót játszok neki. A többit neki. Ő játsza. A többit meg ő ilyen. Ezt játszottuk tegnap, valami ilyesmi. És nagyon fogékony a zenére. Énekel, táncol, zongorázik, rappel, nagyon komolyan rappel egyébként, azt hozzáteszem, úgyhogy lehet, hogy a rappeseknek majd föl kell kötni a gatyát, mert a kislányom már most úgy rappel egyébként. Ráadásul a rappes csaj az menő, mert abból azért a világban mondom, nagyon kevés van. Úgy rappel angolul anyanyelvi, ugye ő 2 éves kora óta ilyen anyanyelvi szinten beszél angolul. Hogyan? Úgy, hogy mi nagyon korán elkezdtünk vele foglalkozni így az angol nyelv kapcsán, és ő egy amerikai óvodába járt, most pedig egy 2 tannyelvű iskolába jár, ahol ugye angolul is... Folyamatosan nyúzva bele. Nem is nyúzva. És megy? Ő imádta pici kora óta, észre se vettük, és elkezdett hablatyolni angolul. Így tök magától. De egyébként volt neki orosz korszaka is, amikor 1 évig csak oroszul. Azt honnan? Nem tudom. Nemzetközi óvi? Hát igen, csomó volt a korosz. Hát és akkor hallotta, gondolom, és akkor jött haza, és akkor elkezdett hozzánk oroszul beszélni, de ilyen összefüggően nagyon komoly nyelvérzéke van, nagyon muzikális, nagyon szeret szerepelni, ajaj. Érdekli a dráma, a színészet, és egyébként most figyeltem föl rá, hogy iszonyatosan jól rajzol, de tényleg nagyon durván jó. Biztos elfogult lesz vagyok, baj. De így néztem, hogy olyanokat rajzol, hogy így, hogy én most így 41 éves fejjel nem tudnék olyat rajzolni. Jó, és a fiad mit tud már? A fiam, ő most már nagyon már fél éves. Vagyok, már fél éves, és most már mondja, hogy apa. Egy hónapja mondja, hogy apa. Az nagyon korán jött. Nagyon durva. Nagyon durva. Feleségemmel vannak ebből összezőrenések. Ő van vele, egész nap pátyolgatja, hazajössz, apa! Igen, apa! Tegnap reggel addig apázott, amíg föl nem ébredtem. Nem, vagyis hétvégén addig apázott, amíg apa, 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 és nagyon durva. Nagyon más cuki. Egy fiú? Hát most megint nagyon őszinte leszek. Én azt gondoltam, hogy ugye, amíg meg nem született Miron, hogy hát, hogy én lányos apuka vagyok, és akkora szerelem a lányom, hogy kicsit tartottam tőle, hogy vajon fogom tudni úgy szeretni a kisfiamat, mint a lányomat? Hogy nem lenne jó, hogyha nem szeretném annyira, vagy nem tudom, még nem nagyon tudtam ezzel a helyzettel mit kezdeni, mert tényleg a kislányommal nagyon durva szerelem volt mindig, és megszületett Miron, és ott voltunk a kórházban, fogtam a kezembe, és úgy mondom,
jó, hát jó lesz ez, tudod, jó lesz ez, nagyon cuki, még nem tudtam úgy beleélni magam, aztán eltelt egy ilyen 2 hét, és egyik pillanatról a másikra így teljesen elkezdtem így elolvadni. Elöntött, mi? És itt nem is értettem, hogy mi volt velem addig az elmúlt fél évben, hogy nem tudtam azt érezni, amit most érzek, vagy így ráhangolódni erre. Teljesen más, mint egy lány. Nem gondoltam, hogy egy kisfiú ennyire pasis. Szóval nem gondoltam, hogy mi férfiak így kiskorunkban is ennyire ilyen kis pasik vagyunk. Hát nézd meg a lányodat, hát mennyire igen, csaj az első pillanatot. Igen, igen, csak nem, valahogy így nem voltam ezzel tisztában, hogy a fiú viszont ennek a spektrumnak tényleg a teljes másik vége, és minden rezdülésében ilyen kis pasi. És hát azóta végem van, olvadozok tőle, nagyon cuki, nagyon aranyos. Lesz ebből még gyereklemez, meglátják. Lehet egyébként nagyon vonza. Szóval a tavalyi évben volt egy musicalünk. Na tényleg arról mesélj. Igen, a Mesterkód musical, viszont nekem ami egy felnőtteknek szóló musical volt inkább, de nekem amikor a menedzserem mindig kérdezte, de miért szeretnél úgy igazából, én mindig gyerek musicalt szerettem volna írni. Szóval lehet, hogy előbb-utóbb lesz egy ilyen dolog is, hogy így valami, és nem is a gyereklemez, de hogyha még egyszer így belevágnék egy ilyen musical megalkotásába, akkor biztos, hogy valami gyerektörténet, vagy valami mese, valami mese köré írnék. Hát dalokat. Majd az történik, hogy elkezdesz mesélni megint, és szépen lassan kirajzolódik egy történet, amiből lehet írni valamit. Ez a musical dolog, ez tőled azért furcsa volt. Tehát ha valakit nem látok magam előtt musical szerzőnek, csillog, villog, tűzijáték, bejön a szépséges király, tehát az nem te vagy. Egyébként nagyon sokáig én is elképzelhetetlennek tartottam. Még a Megaszárban volt egy ilyen klasszikus kis riport is, ami hát akkoriban egy kicsit ilyen mémesedett is, hogy elmondtam a véleményemet a musicalekről 22 évesen, hogy hát, hogy a valóságban nincs ilyen, hogy odáll egy férfi, és drágám, annyira szeretlek téged, tudod, nincs ilyen. De hogy nincs, mi a dal címe? Nem kell más. Igen, hát igen. Hát ez is azt mutatja, hogy az ember mennyit tud változni egyébként az időben. Ezt a dalt, a Nem kell más, amiről már annyit beszéltük, hát ugye ez az új dal, ez a szerelmes dal. Igen. Bár ez nem annyira szimpadias, mondjuk, nem, mint egy... De ezt meg... Merted volna írni 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt? Hát ez jó kérdés. Nem tudom. Azért voltak nekem szerelmes dalaim, hát persze, de... csak nem gondoltam ennyire komolyan őket. Igen, tehát ez ott van előttünk. Na, igen, musical. Igen. Szóval, hogy ezzel a musicallel valami nem történt meg, aminek meg kell történni egy musicallel, tehát az tényleg az, hogy bemutatják a Broadway-n, és ott van mindenki, és vörös szőnyeg, és óriási cirkusz, na ez itt nem volt. Hát volt a maga módján, de nyilván az őszinteséghez hozzátartozik, hogy azért nem volt életünk legnagyobb siker sztoria. De nagyon nehéz volt ilyenkor behozni. Ezt el is engeded? Tehát nem jött az be, a durva, hogy nem ilyenkor, én már az elején úgymond elengedtem ezt a részét. Szóval amikor belevágtunk így a konkrét munkákba, és először elkezdtük például a jegyeket árulni, hát akkor már látszott, hogy ez nehéz menet lesz, és akkor így hátradőltem lelkileg, és akkor próbáltam teljes szerelemből hozzáállni ez az egészhez, és csak élvezni azt, hogy egy ilyen jellegű történet köré írhatok dalokat, meg dalszövegeket. Szóval egyébként nagyon élveztem, hogy 12 ember hangjára kell dalokat írnom, és nőknek, férfiaknak, az fiataloknak. Nem volt fura, hogy nem magadból kell kiindulnod? Nem. Mi a te lágét, hogy mi az, ami neked jól áll? Egyáltalán nem. Szóval én nagyon szeretek másoknak dalt írni, meg nagyon szeretek ilyen szimbiózist kialakítani más hangokkal, más előadókkal, és beleképzelni magamat az ő elméjükbe, az ő lelkükbe, és azt kifejezni, ami nem én vagyok, akár mondjuk amikor a Nagy Boginak írtam dalokat, így furcsa lehet, hogy egy 30 éves, 35 éves férfi egy 17-18 éves tini lánynak ír dalt, de én nagyon élveztem azt, hogy egy teljesen más szögből, egy sokkal mai frissebb szemmel a világra tekintve kell dalokat írnom, női érzések alapján. Szerintem nagyon izgalmas dolog. Téged például abban az, hogy ne így fogalmaz a saját dalaidban, az befolyásol, hogy
tőled mit várnak? Mert ezek szerint bele tudtad helyezni magad a mai tini gondolkodás módjába. Tehát akár írhatnál ilyen szövegeket magadnak, de tőled nem ezt várják nyilván. Ez nyilván befolyásol, vagy gondolom. Ne, az nem befolyásol, hogy mit várnak. Szóval az befolyásol, hogy mit várok én magamtól. Szóval... Nem akarsz már tini sztár lenni? Szerintem nem is voltam soha tini sztár. Talán nem. Szóval én valahogy a zenémmel, én rögtön kapufát lőttem. Szóval emiatt kaptam is egyébként nagyon sok kritikát, hogy az első lemezem, a nyugalomterápia, ugye a szálok a dallal, majd a lélekdonor, és ehhez hasonló dalok, a jelenés, az átutazók, a vízió. Szóval én soha nem találtam be azon a kapun, amin a tini sztárok. Szóval én is voltam abban a korszakban, amikor szóval most is tele vagyunk tini sztárokkal, de ez akkor is egy tendencia volt. De valahogy mindig működött a zeném, bár egy kicsit érettebb korosztály szerette. Hány arénát csináltál? Ötöt? Hatot. Ugye ebben mérik ma Magyarországon az, hogy ki mekkora sztár, hogy tud-e arénát tölteni. Ebben is mérik, de most már azért leginkább szerintem pont a social dolgokon, a YouTube megtekintések lettek a mérvadóak szerintem, mert a YouTube megtekintések Magyarországon, a YouTube megtekintések generálnak egy csomó más dolgot. Az oda történő feliratkozók száma határozza ma már meg szerintem. Hát bevételt hoz, szponzort csinál. Tehát, hogy meg persze, ez alapján persze. Mérik, ezt tartják Magyarországon egy ilyen teljesen reális, piaci alapú tükörnek, ami tükröt mutat az érdeklődés nagyságáról az előadó kapcsán, és akkor ez alapján mernek például arénát csinálni, vagy Budapest Parkot, vagy bármilyen más jellegű sztorit. Ebben te hol vagy? Fú, hát ebben... Jó, Szilvi szerint sehol, mert sokkal több közösségi média kéne. Nem, abszolút, nincs ebben semmi rossz érzés, szóval a fiatalabbak, de ez már zenei műfaj függő is, szóval azért, ha meghallgatjuk az én zenémet, nem annyira... Szóval nem annyira egyértelmű dalok ezek, szóval nem a, szerintem jó dalok, de azért nem a, hát hogy mondjam, nem mindegyik a klasszikus rádióbarát sláger. Akár, igen, vagy, mondjuk így. Vagy nem mindegyik, itt már műfajokról is van szó, nekem nincsenek. A legnagyobbat azért ma a trap dalok mennek, az ilyen autótyunós dolgok, egyértelműen a tini sztárok, ezek a idolok, tini idolok. És ez erre mondják jó... az idősebbek, hogy egy kaptafa, de minden igen, idősebb de mindig ez ezt mondja a korabeli. Jó, ez így, tudod, hogy ez tök gáz lenne, hogyha ilyen olyan formák, mint én így elkezdenének így fújolni a fiatalokra, mert a fiatalok tudják, hogy nekik mi kell, hozzájuk mi szól. Szerintem az lenne furcsa, hogyha így, vagy én azt szoktam furcsának látni, amikor az én korosztályom előadói, kimondhatjuk, nem vagyunk már azért a legfrissebb darabok a bútorboltban, már mi sem egyébként, amikor elkezdenek, tudod, így nagyon görcsösen szaladni ezután. Nekünk már ez megvolt. Szóval nekem megvolt a lélekdonor alatt, hogy akkor én vezettem az összes listát. Jó, de hát ott volt mögötted a megasztár. Tehát az egy olyan akkor robbanás volt az életedben, de hát egy-két év. Tehát vagy igen. Nem tudom, 3-4 Hát az a megasztár után volt egy 8 év. Tehát ez egy olyan robbanás volt, ami abszolút. Évekig húzott. Igen, és ezt nagyon a helyén kellett kezelni például. Szóval amikor megnyertem a megasztárt, vége lett, kiadtam az első lemezemet, sikeres volt, viszont az a nagyon dalokból volt, ugye? Igen, uh-huh. Azt nagyon, meg hát rengeteg koncert, rengeteg fellépés, haknik, ezerrel, heti 8 haknit csináltunk akkor, viszont ezt nagyon a helyén kellett kezelni, szóval ezt is be kellett rakni. Én nagyon hiszek ebben, hogy mindent a megfelelő súlyával kell kezelni a saját helyén. És azt akkor is tudtad már? Akkor tudtam. Akkor ezt mantráztam magamnak, hogy most lesz 5 év, ami a megasztár, és Karamell a megasztár győztes, és ez vinni fog, viszont tudtam, hogy ez nem a valóság. És akkor fog bekövetkezni a valóság, amikor ez a hullám lecseng, és amikor már kicsit elkerül a nevem mellől a megasztár. Hát igen, persze. És amikor már tényleg a saját zenémmel kell bizonyítani, de hál' Istennek ezt sikerült egyébként utána meglépni, a lélekdonor az így, az utána nagyobbat hát az lőtt rajtam, mint mondjuk a megasztár egyébként. Azon te gondolkoztál akkoriban, vagy utóbb, hogy a ti megasztáros generációtok egy nagyon erős csapat volt.
tele volt tényleg igazi igen. tehetségekkel. És igazából ilyen átütő sikert nem sokan értek el közületek. Hát sajnos igen. Szoktam ezen gondolkodni, főleg most, hogy ugye a Palcsó Tomi volt az egyik főszereplője a Mesterkor musicalnek, és most ezt a, úgy mondjam, sikertelenséget nem a Tomira értem egyáltalán, hanem Tomival is beszéltünk erről, hogy azért ott voltunk a döntőben 12-en, és tényleg nehéz mondani a 12 ember közül neveket, akik így tényleg fent tudtak maradni, de nem csak a mi szériánkból, így hanem így a bármelyik, egyébként a tavalyi tehetségkutatóból is nehéz mondani aktuális arcokat, szóval több száz emberről beszélünk, vagy akár lehet, hogy már 1000 emberről is szó van, akik az elmúlt év tehetségkutatói. A különbözők, igen, persze, különbözőkből kerültek ki. Volt X-faktortól, voicing, minden volt. Nehéz dolog ez, hogy miért van ez így. Van erre egy ilyen elméletem, hogy miért van ez így, de ez egy, lehet, hogy kicsit hosszú téma. Szerintem ugyanannyira fontos lenne, ha ezek a műsorok tehetségkutató műsorok, akkor ugyanannyira fontos lenne a tehetséggondozás a műsor után. Szerintem legalább olyan hangsúlyt kellene fektetni rá, és nem azt mondani, hogy itt van 20 vagy 25 millió forint, amit megnyer a győztes, és akkor... Menj Isten hírével. Menj Isten hírével, és akkor majd csináld, ahogy tudod, hanem szerintem pont fontosabb lenne utána. Nyilván nem szabad rákaszkodni az előadókra, de fontos lenne fogni valamilyen szinten a kezüket, hogy én itt is egy kicsit a pszichológiai részét nézem, hogy nagyon nehéz lehet a csillogásból akár egy győzelem után kikerülni egy légüres térbe, és utána úgymond eltűnni. Szerintem az még rosszabb lehet érzelmileg, mint akár nem megnyerni egy műsort, vagy be se jutni. Persze, hát volt egy pillanat. Igen, volt egy pillanat, volt egy lehetőség, volt egy 15 perc hírnév, és ezt utána feldolgozni, hogy egyébként nincsenek koncertek, nincs lemez, nincs siker, nincsenek YouTube kattintások, és ezt még megmagyarázni a szeretteiknek, vagy a szeretteinknek, meg a barátoknak, hogy hát hova tűntél, hát megnyerted, vagy ötödik lettél, meg... stb. Ez nagyon nehéz lehet, mert a környezet is egyébként olyan, az emberek nyersek, és így bekérdeznek face to face, hogy hova tűntél? Tudod, és ez olyan rossz lehet egyébként. Én egyébként sok levelet kaptam meg. Milyen furcsa, hogy számon kérik máson a sikert, hogy neked az miért nem? Igen. Milyen furcsa. És ez nagyon rossz érzés lehet egyébként, szóval erre fel kéne szerintem készíteni a tehetségkutatós gyerekeket, hogy hát, hogy van ennek az ilyen árnyoldala is. Mindezt úgy mondom, hogy én nagyon úgymond pártolom a tehetségkutatást. Te elmondtad nekik, te dolgoztál fiatalokkal ezekben a műsorokban. Igen, te elmondtad igen. nekik, hogy ez vár rájuk? Abszolút. Van a mázlista út, és van az igen. összes többi. Igen, én mindig próbáltam, meg én bárkivel együtt dolgozok, fiatalabbakkal, vagy akár velem egykorúakkal is, bennem mindig van egy indítatás, hogy azért el kell mondani mindent, és hogy bolond az, aki azt hisz, hogy nincsenek hullámvölgyek. Szóval bolond az, aki azt hisz, hogy mindig csak siker van, mert törvényszerű, hogy lesz sikertelenség, és kell, hogy legyen. Benned van félsz? Ez irányban még? Sikertelenségtől? Aha. Jó kérdés, mert azért az elmúlt 18 évben azért voltak kevésbé sikeres éveim nekem is, meg talán most se vagyok úgy magamhoz képest a csúcson. Félelem? Hát nem is tudom. Egyébként nincs, de... Nincs. Nincs. De nehéz, egyébként nehéz. Nehéz szakma ez, szóval pont amiatt nehéz, mert az elmúlt években, főleg az elmúlt, szerintem 3 évben nagyon, az elmúlt 5-10 évben is egy erős, nagyon erős változás következett be a popkultúrába, az internet. Az internetnek köszönhetően, de én egy ilyen megelégedett típus vagyok, szóval én azt gondolom, hogy ez így jó, hogy van egy evolúciója ennek az egész popzenének, kíváncsi vagyok, hogy hova megy még ez az út, mi fog még változni, mivel kell lépést tartani. Van, amivel nem tudok lépést tartani egyébként, például pont ilyen a közösségi médiás jelenlét, mindenki mondja, hogy legyen már TikTokod, és akkor csinálj ilyen... Csinálhatnál ilyen hülyeségeket. Akár, vagy rakjak föl, hogy hogyan írok egy dalt, de valahogy ezt így mindig odázom, pedig én is szeretnék adni valamit a közönségnek,
Viszont abban a hibában nem szeretnék beleesni, hogy görcsösen elkezd, hogy így akarjam kiszolgálni például a tini közönséget, mert az viszont szerintem egészségtelen. Hát meg most mondtad, hogy igazán nem feltétlenül biztos, hogy ez a te közönséged. Előbb mondtam, igen, hogy igen, van igen. A másik út, csak meg a mázlistái. A szakmában ugye sokszor hallom ezt, menedzsmenttől, kiadótól, hogy tudod, állj össze, nem tudom, 18-20 éves előadókkal, akik treppesek, és akkor csináljatok közös dalt. Én ezt ilyen teljes tévedésnek érezném, vagy úgy nem illenénk össze, és olyan görcsnek érezném. Aztán hogy... majd egyszer jön egy ilyen 18-20 éves, aki meg annyira megragadt, hogy azt mondod, hogy bele, és akkor majd számon kérem ezt a mondatot. Na ugye? Egyébként alig várom. Egyébként, hogy mondjam, én nagyon szeretem az új generációt, szóval én nagyon szeretem a Manuelt például, egy nagyon tehetség, és alig vártam már az alkalmat, hogy megjelmondhassam róla a véleményemet, szerintem nagyon különleges előadó. Nyilván keresi még az útját, de tök jó, amit csinál szerintem. Azért az Azaria se rossz, azért ott is pont tegnap hallgattam bele, a, ugye első a YouTube listán, és akkor azért azok a szövegek nem rosszak. Szóval tökre érthető, hogy mit fejeznek ki, kifejezik a generációjuknak a real dolgokat, amiben az ő generációjuk van, az ő küzdelmeiket, az ő, hogy mondjam, problémáikat, lázadásukat, mellőzöttséget, akár családon belül, szóval tök jó dolgokra reflektálnak, vagy éppen a szerelmi dolgaikat. És szerintem és látszik, hogy van benne meló, hogy ez munka. Igen. Tehát nem az történik, hogy odakentem valami igen. Leszedett alapra, igen. Hanem ez meg van csinálva. Igen. És szerintem ez egy nagyon fontos ez része a ti szakmátokat. Mert sajnos van a mi generációnkban is sokkal izzadságszagúbb produkció, mint a Manuel vagy az Azaria például. Szóval ez nem korfüggő, hogy ki hogyan áll, és ki mennyire eredeti, és kinél mennyire érezne azt, hogy ilyen izzadságszagú zeneipari termék. Ők náluk ezt nem érzem. Örülök, hogy én mindenről, hogy ennyi mindenről. Nem gondoltam, hogy ennyi mindenről fogunk. De ez így jó. Köszönöm szépen voltam. A lehetőséget. Molnár Ferenc Karamell a vendég, 41 évesen, két gyerekes családapaként, néhány új dallal, igen. Új klippel. Köszönöm szépen.